Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Fishing Fast csatornáján, ahol horgász zsinór és egyéb apró cikkek tesztjeit láthatjátok. Én Orsos László vagyok. A Daiwa Enzon Sinking Feeder Monofil horgász zsinórja egy kellemes dizájnnal ellátott papírdobozban érkezik. Elején a névleges adatokkal, mely szerint a zsinór átmérője 0,208 mm, szakító szilárdsága pedig 3,8 kg. Hátul a szokásos marketing szöveg, több nyelven felsorolva. Kötés, csomó ajánlást nem találunk a dobozon. A zsinór hivatalosan matbarna színű, de én inkább halvány füst színűnek mondanám. A dobon lévő 300 méter zsinór 150 méternél jelölve van, így könnyen felezhető, amennyiben ez szükséges. A Daiwa matszint kölcsönzött az Enzon zsinórjának az esetlegesen zavaró megcsillanások elkerülése érdekében. A mat felület ellenére azonban kézköz kellemesen csúszik a horgászsinór, és kellően lágy, kitekerve kissé behurkásodik, de az erre vonatkozó teszt ad majd pontos képet a memóriáról. Könnyen kezelhető, jól csomózható. A csomó oldását követően eléggé megtörik a zsinór. Jó eséllyel ez a monofil zsinór anyagába színezett, ezért nem hagy nyomot a zsebkendőn. Matt felület lévén a nap sem fogja komolyabban befolyásolni a zsinór színét. Alulról megvilágítva a mikroszkóp alatt az egyenletes átmérő mellett kíméletlenül megmutatkoznak a szerkezeti és felületi hibák. Az elhanyagolható folytonossági hibák mellett meglepő mennyiségű, jó eséllyel légbuborékok látszanak. Továbbá akad némi felületi sérülés is. Utóbbi a zsinór gyorsabb elhasználódásához is vezethet. Hamarosan kiderül, hogy a látottak milyen mértékben befolyásolják a teszt eredményeket. A mikroszkópos felvétel és a már tesztelt Daiwa Tournament SF Monofil zsinór eredményei alapján egyenletes átmérőre és csekély részeredmény ingadozásra számítok. Ahogy ez egy nagymúltú horgászeszköz gyártótól elvárható, az értékek tűrés határon belül vannak. Sőt, a szárazon mért eredmények még alatta is vannak a névleges átmérő értékének. A nedvesen vizsgált zsinoron azonban már komolyabb eltérések mutatkoznak, feltételezhetően ez a zsinor képen látható külső sérüléseknek köszönhető. Ám még így is 5% alatti az áztatás után kapott részeredmények differenciája. Ezen a diagramon ABC sorrendben látható az eddig tesztelt hasonló névleges átmérővel rendelkező monofil horgászsinorok mért átmérőinek alakulása. A kicsomagolásnál látszódott, hogy nem terült el szép egyenesen a zsinór, de én azért egy kicsit alacsonyabb memória értékre számítottam. Te mit gondolsz, ez magas vagy alacsony érték? Esetleg van gyakorlati tapasztalatod ezzel a monofil zsinórral? Ha igen, írd meg bátran a videó alatt kommentben. Véleményem szerint a kopás állóság igen fontos tényező lehet egy nehezebb terepen, legyen az folyóvízi vagy tavi horgászat. Azonban konkrét, egymással jól összevethető adatot nem kapunk erre vonatkozóan a gyártóktól. Ez a teszt azonban ad egy erős kiindulási pontot a horgászsinórok ezen tulajdonságaira nézve. Sajnos a Daiwa Enzon Sinking Feeder zsinórja ezen a területen nem jól szerepel. Szárazon is csak kicsivel több mint 10 fordulatig képes ellenállni a 120-as szemcse méretű csiszolóvászonnak. Nedvesen pedig ez az érték 10 fordulat alá csökkent. Az itt kapott részeredmények szórása azonban kedvező. Egy jó kopásállossággal rendelkező közel 0-20-as mért átmérői monofil zsinór átlagosan 13 fordulatot tud elviselni a kopásállosság teszten áztatás után. Magas értéknek számít a 20 fordulat feletti eredmény, amit eddig a Trabuco és a Preston monofil zsinórjai tudtak produkálni. Ezekről a zsinórokról a teljes tesztvideó a monofil horgász zsinór tesztek lejátszási listában található. A
A névleges adatoknál általában a szárazon mért egyenes vonalú szakító szilárdság legmagasabb mért, már ahol mérik, eredményét adják meg a gyártók. Tisztelet a kivételnek. Jól látszik, hogy nedvesen a zsinór jóval nagyobb nyúlás hatására éri el a mérleg aktiválásához szükséges erőt. Horgászmódszertől függően ez lehet jó vagy kevésbé jó tulajdonság. A 24 órás áztatás során sajnos annyit változott a zsinór tulajdonsága, hogy az egyenes vonalú szakító szilárdság átlag eredménye bőven kívülesik a 10%-os tűrés határon. Azonban még így is maga mögé utasítja például a Tubertini Gorilla UC4 és a Maxima Chameleon hasonló átmérővel rendelkező orgász zsinórjait. A száraz értékek tekintetében nem lehet ok a panaszra, hiszen a legalacsonyabb részeredmény is igen közel van a névleges szakító szilárdsághoz. A monofil horgász zsinórok többsége viszonylag jól viseli a csomót. Érdemes megjegyezni, hogy ez esetben a csomózott szakító szilárdság vizsgálatánál a szárazon és a nedvesen mért értékek nagyon közel vannak egymáshoz. Tehát a Dalva Enzon Sinking Fader Monofil zsinórja jó csomótűréssel rendelkezik. Az áztatás után mért egyenes vonalú szakító szilárdság átlagához képest a csomó 4,26%-ot gyengített a zsinoron. A nedves zsinor adta részeredmények eltérése is elfogadható. Egy süllyedőként hirdetett horgász zsinortól teljes joggal elvárható a gyors süllyedés. Mivel a zsinór nem jól látható a vízben, ezért nyilak segítik a vizsgálat megfigyelését. Az eddig tesztelt hasonló átmérővel rendelkező monofil zsinórok közül a Dalva süllyedő féder zsinórja igen jól szerepel. Azok számára, akik panaszkodtak a Tubertini Gorilla Sinking zsinórjára süllyedés szempontjából, különösen ajánlom ezt a szemléltető diagramot. Érdekes, hogy az eddig tesztelt hasonló átmérővel rendelkező monofil horgász zsinórok közül a Dalva Enzon Sinking Fader zsinórja süllyedt a leggyorsabban, azonban mégsem ez a legnehezebb zsinór. E tekintetben csupán a középmezőnyben foglal helyet. A legnehezebb, Maxima Chameleon például lényegesen lassabban süllyedt. A 11,9%-os vízfelvétel elég alacsony értéknek számít, főleg ha figyelembe veszem a mikroszkóp alatt látható felületi hibákat. Ez az alacsony érték jól magyarázza a vizsgálatok során kapott alacsony részeredmény differenciákat is. Azoknak, akik nagy nyúlással rendelkező féder zsinort keresnek, optimális lehet a Dalva Enzon zsinórja, hiszen a szárazon mért értékek a középmezőnybe sorolták a zsinort, a nedvesen mért értékek szerint pedig ez a legnagyobb nyúlással rendelkező horgász zsinór az eddig tesztelt hasonló átmérőjű monofil zsinórok között. Az adatpontossági ranglista élén már jó ideje nem történt változás, azonban a középmezőny folyamatosan formálódik. A Dalva Enzon Fader zsinórja a középmezőny felső szakaszában foglalt helyet 269,27-es átlagpontszámmal. A lista végén található zsinórok elsősorban a túlzó névleges adatoknak köszönhetik sereghajtó szerepüket. Némi átfedés felelhető a fajlagos szakító szilárdsági és az adatpontossági listában a helyezéseket illetően. Ezek az értékek a mért átmérő és a mért egyenes vonalú szakító szilárdság alapján kerültek kiszámításra.
Köszönöm, hogy itt voltál, és végignézted a videót. Lájkolással, megosztással támogathatod a munkámat. Hozzászólással pedig hangot adhatsz a véleményednek, akár a tesztelt zsinórral, akár a videóval kapcsolatban.